Rendhagyó lesz mai műsorunk, de ígérem, nem fognak csalódni. Egy olyan birodalomba látogatunk el ugyanis, ami eléggé ismeretlen sok ember számára, vagy akár egy kicsit tabu is. Pedig a lakói igazán kedves és szeretetre méltó emberek. Szerencsére a Fogd a Kezem Alapítvány minden lehetőséget megragad, hogy nyisson a világ felé és a társadalom felé. Ma hozzájuk látogatunk el. Harminc éve állnak a fogyatékkal élők szolgálatában, bár ha közelebbről megismerjük a Fogd a Kezem Alapítvány szemléletét, sokkal inkább nevezhetnénk ezt a szolgálatot egyfajta őszinte gondoskodásnak és odafordulásnak. Az érzelmi biztonság, az én is fontos vagyok érzése és az önkifejezés lehetősége valószínűleg fontosabb is egy értelmileg akadályozott ember számára, mint bármi más. Itt pedig mindezek elérhetők a számukra. Az alapokat 3 évtizeddel ezelőtt Szvacsekné Ján Gitta rakta le, majd építette fel a szervezetet sokrétű szolgáltatóközponttá. Mi egyik részlegükre a terápiás és munka otthonukba látogattunk el, ahol a fiatalok, ahogy itt a fogyatékkal élőket nevezik, olyan feladatokat találhatnak maguknak, amelyben erősnek és boldognak érezhetik magukat. Kiválasztottam ezt a szép medált, nagyon tetszik. Mit gondolsz, hogy mit jelent ezeknek a fiataloknak, hogy alkothatnak? Hát azt hiszem, ahogy a társadalom többi tagjának is, az alkotás, az örömszerzés, egy olyan tevékenység, amiben ki tudott teljesedni, az életünk végéig nagyon fontos szempont. Úgyhogy kiemelkedő szerep jut az alapítvány műhelyeiben, különböző tevékenységek során, hogy ezt az alkotó örömet megtapasztalják. Sok helyen nem is tudják kifejezni magukat, lehet, hogy vagy nekik azért korlátozottabbak a kommunikációs lehetőségeik, talán ebben jobban meg tudják ragadni, jobban ki tudják fejezni azt, amit ők éreznek esetleg. Tehát a kommunikáció nem csak a verbalitásról szól, hanem a mozgás, a ritmus, a kéznek a használata. Tehát én úgy gondolom, hogy sokféle rajzolás, festés, színezés, hogy sokféle lehetőség van arra, hogy ezt az alkotói örömöt megtapasztalják. A művészetterápia mennyire van jelen akkor a ti tevékenységetekben? Hát egy kicsit jobban kellene, hogy jelen legyen, de jelen pillanatban minden alapítványnak, így a mi alapítványunknak is az állami támogatás nem teszi lehetővé, hogy terápiás szakembert tudjunk alkalmazni. De használjuk ezt a módszert, a zene és a ritmus, az zeneterápia, a Soundin módszer segítségével az jelen van. Igazából nem is, mert a terápiának ugye az a lényege, hogy valamilyen helytelen magatartásformát, negatív érzelmet pozitív irányba tereljünk. Inkább azt mondom, hogy az alkotó tevékenység és a zeneterápia, a Soundin az, ami gyakorlatilag a terápiás jelleget adja az alapítványba, és aminek tényleg az a célja, hogy a belső feszültséget, ellentmondásokat a mozgás és a ritmus segítségével a fiatal ki tudja magából adni. Azért, ha itt körbenézzünk, tényleg lenyűgöző, hogy milyen birodalmat építettél ki. Tulajdonképpen egyedül indultál ebben a történetben 30 évvel ezelőtt. Hát igen, nagyon egyedül. 90-ben 14 szülő, 12 szülő volt az, aki azt mondta, hogy támogatja ezt a munkát. És amikor 91-ben bejegyezték az alapítványunkat, akkor ez leredukálódott 8 főre. Úgyhogy az egy kicsit elég ijesztő volt,
de az elmúlt 30 évben a 8 főből lassan 40 fő van jelen. Honnan jött ez az érzékenység a fogyatékkal élők iránt? Hát én úgy gondolom, hogy édesapámtól ügyészként kezdte a munkáját, aztán a 60-as években eltávolították a származása miatt. Talán ez az életszemlélet, a minden ember elfogadása, ez tőle van. A másik, hogy a származásom is olyan, hogy részben sváb, részben bukovinai székely vagyok, és Mohácson laktam nagyon sokáig, ott meg egy cigány származású családok között nőttem fel. Talán innen van a tolerancia és az ember szeretet. Hát a két véglet tulajdonképpen találkozása. Igen. Beszéltél itt a szemléletről, tényleg nagyon fontos, hogy ebből a negatív attitűdből valahogy pozitívat kovácsoljunk. Azért 30 évvel ezelőtt ez talán még rosszabb volt. Hogy látod most a fogyatékos ügyet, vagy a fogyatékkal élők helyzetét? Mi volt akkor a nagy kihívás, és mi az, ami most? A nagy kihívás az indulásnál, hogy úgy szakmailag, anyagilag úgy vezessük a napközit, vagy úgy dolgozunk, hogy talpon tudjunk maradni. Tehát ez nem egy mindennapi tevékenység, amit szakmailag is és társadalmilag is elfogadnak. Ezt mi tudomásul vettük, hogy nekünk jóval nehezebb. Ami nagyon fontos, hogy egy olyan napi tevékenységet biztosítsunk, amiben ezt az úgynevezett alkotás örömét a saját személyiségének, hogy én jó vagyok magam számára és mások számára is. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy munka után nagyon sok szabadidős tevékenységet szerveztünk, hétvégén kirándultunk, részben ezáltal a szülő is tehermentesült, mert hát ugye a szülőnek dolgozni kellett, a szülőket sokkal később tudtuk megszelídíteni, mint a fiatalokat, mert közben ugye az volt a legfontosabb, hogy bebizonyítsuk, hogy képes olyan tevékenységre, ami a társadalom részére hasznos. A másik, hogy felnőttként kezeljük. A családi körben ő még mindig gyerek a mai napig, függetlenül attól, hogy a legtöbbje már 30 és 45 év közöttiek. Ez a helyzet, a szimbiózisban való együttélés nehezíti az ő felnőtté válásukat, de sok tekintetben akadályozza is. De valahogy átvettük időben is azt a terhet, hogy a szülő is tudjon dolgozni, részben egy picit regenerálódni, ugyanakkor mi is kitárjuk számukra a világot. Ez a szemlélet a mai napig megvan. Ami most nehezíti a munkánkat, az anyagi támogatottság. A másik nagyon nagy nehézség, hogy az integrációt részben az anyagiak miatt, részben a társadalom különböző társadalmi problémák miatt sokkal nehezebben éljük meg ezt. Ami nekem szívfájdalmam, ugye 2018-ban nyugdíjba mentem, hogy a kimenet, tehát ugye a napközik, be kell valljunk egy szegregált intézmény, de ott, ahol már van munkára nevelés és fölkészítés a társadalomban való részvételhez, gyakorlatilag két fiatal tudtunk integrált munkakörülmények, három fiatal tudtunk integrált munkahelyre fölkészíteni. Hétfőtől péntekig itt vagy. Igen. És akkor igen. Hétvégén mit csinálsz? Hétvégén otthon szoktam lenni, főzni szoktam, megkrémozni a krumplit, a répát, a mindent, a zöldségeket, és utána panírozni is szoktam. Amikám meghalt, amár régen, és
hogyha apámmal élek. Jó az apuval? Jó, igen. Jártam egy olyan iskolába, amit tanultam köbölni. Említetted a családokat, talán kevesebbet beszélünk róluk, mert ugye a fogyatékosság az nem csak ugye magát az egyént érinti, hanem az egész családot és a környezetét is. Igen. Hogy látod, hogy mennyivel rántja magával még mindig egy ilyen helyzet tényleg akkor a családot? Én úgy látom, hogy az nagyon nagy baj, hogy aránylag későn, 25-30 év között tudunk. Tehát ebből az életkorból jönnek ide a fiatalok. Tehát ez azt jelenti, hogy addig nem is akarják elengedni a gyerekük kezét. Igen, mondván, hogy az oktatás az biztosít számukra mindent. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a 2000-es évek elején elindult a korai gondozás, tehát a szülőknek a támogatása, ez az oktatás során egyre gyérül, és amikor már, tehát nincs támogató rendszer a szülők részére. Elvárások vannak. A mai napig is arról hall a szülő nagy része, hogy mire nem alkalmas az ön gyereke. Ezáltal kialakul egy rendkívül erős szorongás, ami aztán kihat a családi összetartozásra. Nagyon nagy számban élnek szülők egyedül, tehát vagy a férj, vagy az anya ezt hosszú távon nem tudja vállalni. Fáradtak, örömtelenek és kilátástalanok még most is. Pedig a cél az lenne, hogy minél inkább az önálló életre készítsük fel ezeket, igen, a gyerekeket is. Igen. Nálunk nagyon fontos módszertani alap, hogy a sérült, a szülő és a szakember együtt gondolkodik, együtt dolgozik. Lássuk be, nem mindig könnyű ez a pálya, de ha valaki élete nagy részét mégis ennek a nemes kihívásnak és ezeknek a kedves embereknek szenteli, mégis nehéz átadni a stafétát. Gittának ezt a nehéz döntést 4 évvel ezelőtt sikerült meghoznia, azóta Tóth Péter vezeti az intézményt, aki szociálpolitikusi tudásával egészítette ki az itt lévő befogadó szemléletet. Néhány évvel ezelőtt te vetted át ennek az alapítványnak a vezetését a Gittától. Beszélgettünk arról is, hogy ezen a szociális területen azért szintén a nők vannak egy kicsit rúzsújban. Viszont te ugye férfiként vezetgeted most ezt az alapítványt. Más elképzeléseid vannak, hogy hogyan kellene ezt működtetni, vagy milyen újdonságokat tudtál behozni? Szerintem nincsenek nagyon más elképzeléseim. 30 év, nekem talán annyiban más az elképzelésem, hogy én máshonnan nézem. A Gitta ezt a 30 évet, ő a saját szemszögén, ahogy ő építkezett, azt nézte. Én meg sokkal többször nézek, vagy próbálok nézni a múltba, mert a szektoron belül is az a tapasztalatom, hogy itt nem kell új dolgokat feltalálni. Majdnem mindig volt előzmény, majdnem mindig volt egy jó működő példa, és akár egy 30 éves szervezetnél majdnem mindig volt ebben a 30 évben olyan időszak, amikor valamilyen témakörben, valamilyen esemény, nem akarok nagyon konkrétan, tehát valami nagyon jól működött, és igazából inkább azt kéne megkeresni. Tehát, hogy így a kicsit ahhoz szoktam hasonlítani, ez egy kastély, ahol vannak lebetonozott freskók, amiket csak néha ki kell bontani. Tehát, hogy nem biztos, hogy itt nem tudom, föl kell találni a spanyol viaszt. Ebben hoztam talán annyiban újat, hogy míg a Gitta egy folyamatos előremenésben volt, és ez az a 30 év, amiben ő folyamatosan előrement, én sokszor többször nézek vissza arra, hogy vajon mi ezt már egyszer kitaláltuk-e. Lakóotthonokat is üzemeltettek. Milyen nehéz a bekerülés? És hogyan veszik a fiatalok ezt a környezetváltozást? Nagyon lényeges, ha elkezdhetem onnan, hogy mi nagyon sokszor inkább, tehát mi családban élő fogyatékkal élőkkel foglalkozunk, ami a lakhatást is néha egy-egy akár külső szemlélőben megkérdőjelezi, hogy minek van arra szükség mondjuk egy családban élő fogyatékkal élőnek, hogy előbb-utóbb valami a lakhatásba kerüljön. Azért van rá szükség, mert hogy a szülő is idősödik,
és az adott fiatal vagy kliens is kicsit a rugalmasságát már korelőhatával kezdi elveszíteni. A szülőnek előbb-utóbb fölkerül a palettára az a döntés hozzátartozónak, hogy vajon hogy szeretné az idős korát tölteni. Az övét is, meg az adott kliensét is. Ezért akik gondolkodnak általában előre, meg valahol ezen az úton járnak, ami szerintem korán sem egyszerű, fölmerül az a kérdés, hogy hát mikor próbálják meg, megpróbálják-e, nagy intézménybe próbálkoznak, kisebbe. És akkor így mi kisebb létszámú lakhatásokat üzemeltetünk, ez az 1 főstől a 9 fősig terjed. Van 1 fős is, van 4 fős és van 9 fős lakotthonunk, az pedig egy ilyen nagypolgári ház, ami hát azért már 99 óta működik, így Pécsnek eléggé frekventált helyén. És hát oda a bekerülés az, azt nem mondom, hogy kihalásos alapon, de vannak olyan időszakok, amikor lesz szabad helyünk, és van olyan időszak, és az éveket is fel tud ölelni, amikor nincs üresedés. Ennek a lakhatásnak egyébként rehabilitációs célzata van, nem mindegyiknek, de ennek a 9 fősnek, aminek valahol az lenne a kimondott célja, hogy előbb-utóbb egy ennél önállóbb lakhatásba kerüljön. Mert hogy a lakhatások között is van különbség, egy lakóotthonban 0-24-es felügyelet van, tehát hétköznap munkaidőben, a munkahelyen, vagy ahol a napközben itt tölti, az ember ott van, de hétvégén azért ott mindig van folyamatosan valaki, segíti a hétköznapi létet, a főzést, a napi ritmust fenntartani. Ha öröm van, vagy ha egy társas játék van, meg a konfliktus van, akkor mindig van ott valaki. De egy kisebb létszámú lakhatásban nincs ott. Nem mindenki jut el odáig, meg nem mindenki tud megmaradni ebben az állapotban. Azért a korelőhatával a gyógyszerelés is nagyon sokszor fölmerül, egyre több tekintetben általában valamilyen pszichiátriai érintettséggel, vagy mozgásszerűvel, vagy inzulinnal, vagy valamelyik szindrómához kötődő egyéb problémával azért fölmerülnek gyógyszerelések, vagy akár csak egy epilepsziával. És a gyógyszerelés is olyan, hogy arra is oda kell figyelnünk, tehát az önállóságot az is befolyásolni tudja, hogy képes-e akár minimális felügyelettel gyógyszerelni magát. Látván a szülőket nagyon nehéz azt elengedni, hogy egy értelmi sérült felnőtt egy kicsit mindig gyerek. Mindig az ő gyereke marad, és nehéz elengedni azt a napi, heti, állandóan valamilyen feladatot kell teljesíteni ennek a szülőnek, és szerintem így 30-40 év alatt ez annyira hozzászokik, hogy ezen nehéz átlendülni. Még akkor is, ha az ember néha, és ez szerintem bárki más is így van, racionálisan tudja, hogy valamit nem kéne megtennie, vagy valamit meg kéne, és halogatja, és eltolja, és azt mondja, hogy nem most, majd még 5 év múlva is jó lesz. Nyugodtan lehet mondani, hogy 30-40-en vannak itt ebben az épületben naponta. Ebből egy 9 fős lakhatás sem mindig lehet megtölteni, mert amikor elérkezik az idő, hogy költözzön be a gyerek, akkor nagyon sokan mondják vissza, és gondolják meg az utolsó pillanatban. Ezen is túl tudunk lépni. De nagyon jól mutatja azt az állapotot, hogy mennyire nehéz a szülőnek elengedni a saját gyerekének a kezét ilyen esetben. Szerelmes vagyok az Okman Fordába, és házasok vagyunk, mióta pusztítod nekem. Azért láttunk itt most egy kis szerelmes történetet, ami nagyon, nagyon aranyos volt, és gondolom, hogy nem csak egy van. Hogy tudjátok ezt kezelni? Alapvetően felnőttekkel foglalkoztok, és azért sokszor ez egy tabu téma, hogy erről beszéljünk, hogy bizony a fogyatékkal élőknek is megvannak bizonyos vágyaik, igényeik a szerelemre, szeretetre. Hát ez is olyan, hogy visszautalva az előzőre arra, hogy a lakhatásban is a szülőnek is van ebbe bizony útja. Itt is van, tehát hogy hogyan tudjuk mi kezelni, az sokban összefügg, hogyan tudja a szülő is kezelni el. Mert hogy mi kezelgetjük, tehát a kollégák itt, amíg itt tölti egy nem nálunk lakhatásban lévő valaki a napját, akkor itt azért a kereteket, a kulturált kereteket tartatják. A lehetőséget próbáljuk arra biztosítani, hogy ha valaki itt párkapcsolat lép, valaki együtt is tudjon vele tölteni időt, értsd ezt úgy, hogy szüneteket vagy nyáron ki tudnak ülni, beszélgetni, ha van valamilyen ünnep, farsang vagy bármi, akkor azt közösen is meg tudják itt élni, meg hát nyilván szervezhető külső program és szülői engedéllyel. Meg hát vannak, nem csak jó oldala van ennek, hanem vannak ennek bizony konfliktus oldaljai, elhagylak, nem hagylak, most akkor ő tetszik jobban. Ezek itt folyamatosan napi
hogy mondjam, helyzeteket teremtenek. Emellett azért nagyon-nagyon régóta, és most talán aktívabban van Ámor klub nálunk, fiú, női és koedukált is, ahol azért a mindenki a maga szempontjából, hogy mondjam, segítséget kap, pszichológussal is segítséget kap, akár négy szem közt is olyan, megbeszélni, hogy ő hol tart, neki mik a gondjai, vagy mivel küzd. És ez sokkal inkább próbál szerintem egyébként kevésbé testi, sokkal inkább az emberi kapcsolati részre, meg az intimitásra helyezni a hangsúlyt. Aki lakhatásban van, az megint más téma. Ott egyébként minden lakhatásunk olyan szempontból nyitott, hogy látogatható, előre azért kell egyeztetni. Ott nagyon oda kell figyelni azonban a szülői igényekre. Mert hogy, mint mondtam, a nagy része, akik nálunk vannak, bárhol is, akár lakhatásban, akár itt a napköziben, akár foglalkoztatásban, családban élnek. És nem szeretnénk fölösleges konfliktusokat generálni. Tehát ha valaki nálunk lakhatásban van, akkor a szülő hozzáállása is meghatározza, hogy milyen mélységig kerülhet egy párkapcsolat. Az emberek többsége azt gondolja, hogy ez egy elég zárt virág, egyébként meg zárt is. Mennyire van lehetőség a nyitásra? És tulajdonképpen, hogyha valaki ide jön, akkor mit tapasztalna? Ha valaki kívülről ide jön, és egy kicsit hajlandó körbenézni úgy, hogy elengedi a saját sztereotípiáit, akkor szerintem amit tapasztal, az a nyitottság, a nyíltság, az őszinte megélés, ami a szívemen a számon, azokat az őszinte reakciókat, amiket az ember máshol szerintem kevésbé kap meg, és ezek szerintem nagyon értékesek nagyon sok embernek, aki erre akar nyitni. Ez az, amit igazán itt megtapasztal az ember. Kevésbé az, hogy nem tudom, őrültek rohangálnak a folyosón, ilyen néha-néha elő szokott fordulni, de nagyon ritkán. Meg igazából van egy őszinte öröm, amifele bármilyen értelmes vagy kedvelt tevékenység fele fordul egy értelmi sérült ember. Amit még mondtál, az elmagányosodás, nyilván próbálunk erősen azért azzal is küzdeni, hogy ne csak egy zárt, sőt, mi abszolút nem egy zárt intézmény vagyunk, tehát mindig próbálunk kívülről hívni programokat, szervezeteket, vagy mi magunk is kicsit kijebb menni. Ez szerintem akár egy évtizeddel sokkal jelentősebb volt, sokkal többször történt meg a hétköznapok szintjén. Azért, tudom, valószínűleg ez már unalmas, de a Covid időszak azért nagyon sok kifele, olyan programmal elemet, amikor kifele mentek a fiatalok valamit csinálni, az úgy valahogy elvágott, és ezeket kicsit nehéz visszahozni. Az alapítvány munkásságát, vagyis jobban mondva azt az inkluzivitást, melyet képviselnek, a 2016-17-es évadban jó szolgálat díjjal is jutalmazták. Bár nehéz lenne szétszálazni, pontosan mely programjukkal vívták ki ezt az elismerést, az Ability Café minden bizonnyal az egyik sikeres projektjei közé tartozik. A fiataljaink ne jártak ki pécsi kávézókban felszolgálni. Ez egy ilyen, hát ennek volt egy ilyen szemléletformáló eleme, és volt egy munkaerőpiaci eleme is, hiszen olyan helyzetekbe kerültek, amiket meg kellett oldani, és később egy mentorral mi segítettük nekik megoldani, amivel gyakorlatilag a munkaképességük a nyílt munkaerőpiaci piac irányába fejlődött, és a mai, és azzal ért egyébként, nem ért véget a program, de hogy az történt, hogy akik ebben jó részt vettek és jó részt vettek, azok most nem nálunk dolgoznak, hanem a nyílt munkaerőpiacon. A másik, ami szerintem viszont még mindig megvan, és ez valahol ez szintén egy kifele forduló program, csak nem biztos, hogy az, amire gondoltál, azok a termékek. Tehát nálunk az mindig jelentős volt, hogy amit akár itt a hátunk mögött, vagy akár a másik műhelyben csináltak a fiatalok, azokat a termékeket mi eladjuk. Az egy alapmetódus volt régen és most is, most sokkal többször mondjuk ki, hogy ne azért vegye meg valaki a mi termékünket, mert segíteni akar is, ez egy adomány helyett történik ez a vásárlás, hanem azért, mert tetszik neki és jó. Egy 10-15 éve sokkal jelentősebb volt, hogy mondjuk hasonló szervezetek hozzánk ilyen társadalmi szemléletformáló programokat csináltak. És én valahogy úgy érzem, hogy ezek fölött egy kicsit nem az idő járt el, hanem már kevésbé akar odafigyelni a magyar többségi társadalom egy értelmi sérült vagy egy bármilyen folyatékkel élő emberre. Ezek az ilyen nagy happeninges, valamilyen
fölhívó, figyelemfelhívó programok talán már kevésbé érik el a célközönséget. Senki nem arra fókuszál, hogy kihozza oda azt a kávét, akkor, hogyha megkapja a kávét, és minden rendben van. És utólag ismeri fel ezt a helyzetet. Ez ad egy nyitást arra, hogy hoppá, vannak itt még, vannak értékes emberek a fogyatékkal élő emberek között is, sőt, önmagában ők is azok. Tehát ilyen kicsit egyedibb helyzetekben próbál az alapítvány most fókuszálni, és egy ilyen társadalmi szemléletformáló felületet is adni. Ebben szerintem egyetértünk, mert valószínűleg az se éri el a célját, amikor így ráerőszakoljuk ezt az szemléletformálást, vagy érzékenyítés, ugye csúnya szóval élve az emberekre. Hogy látod mégis azért, hogy lehetne ez? Tehát most azért említetted, hogy látszani kell. Ez egy jó út lehet, de az se jó út, amikor túlságosan megszépítjük ugye ezt a dolgot, hanem az őszinteség valóban egy fontos eleme kell, hogy legyen. Egyetértek. Azt a képet idealizálni, hogy azért, mert valaki bármilyen típusú fogyatékossággal élő, és az ő jobb, mint én, az egy rossz út. Az lesz szerintem a jó út, hogy semmivel nem jobb és nem is rosszabb, mint én. Itt beszélünk inkluzióról. Tehát, hogy igen, vannak ennek árnyoldalai is, és vannak olyan oldalai, amiben valamiben jobb egyébként, mint én. Gondolj mondjuk arra, hogy mondjuk egy mozgássérült nagyon-nagyon sokszor, ha így az ember megnézi, akkor nagyon-nagyon sokszor valamilyen informatikai területen helyezkedik el, és iszonyatosan jól csinálja. De hát egy mozgássérült embernek is, hogy valahol valamit elérjen, iszonyat akarat szükséges. Hol gondoljuk, ez az akarat pozitív, amikor munkáról beszélünk, de a hétköznapok szintjén beszélünk, amikor nem tudom én, a polc tetejéről akar valamit, és éppen nem tudja elmondani, hogy ez pontosan micsoda, akkor ezt te nem fogod jóként megélni, még ezt elmagyarázza. Tehát, hogy igen, vannak árnyoldalai, mint ahogy mindenki másnál is vannak árnyoldalai a hétköznapi életnek, meg a személyiségének. Ez itt is megvan.